Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! Egy különleges művész a mai vendégem, egy olyan művész, aki valójában nincs színpadon, idest tovább a másfél évtizede, de azt gondolom, hogy a nézők fejében, emlékezetében jelen idejűleg ott van most is. Úgyhogy nézzük, hogy ki jött el hozzámba. Gáti Oszkár, Jászai Mari Díjas színész, a Madár Színház, a Soproni Petőfi Színház és a Győri Nemzeti Színház művésze volt. Később visszatért a Győri Nemzeti Színházba, ahonnan 2008-ban távozott. Később megnyitott a Győrben a Menház színpad nevű színházát, ahova neves színészek közreműködésével kamara előadásokat szervezett a TAO Egy időben temetőőr volt, öt gyermeke van. Gáti Oszkár, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt vagy. Én nem biztos. Hát majd a végén kiderül. Miért ne örülnél egyébként? Hát mert nem értem, hogy hogy kerülök ide. Tehát én néztem most egy hétig, miután után szó volt hogy jöjjek ide, megnézem a húzóst. Miért ez a címe, hogy húzós? Hát ez egy bonyolult történet, de Mondo nagyon, röviden, egyszerűen. nagyon röviden, igen. Amikor elkezdődött a műsor, akkor voltak benne témameghatározások, amikkel együtt dolgoztunk a vendéggel. Tehát én mondtam valami témát, ő mondott rá valamit, néztünk hozzá egy úgynevezett bejátszót, egy rövid kis filmet, és akkor azzal folytattuk. Most is lehet látni egyébként egy ehhez hasonló beszéget hát beszélgetést, én... aztán ez így maradt, de ezt kivettük belőle. Értem. Most látok egy húzós című műsort, amiben. Mondjuk én most csak hallhatatlanokat láttam, úgyhogy nem igazán értem, én ugyanis halandó vagyok, hogy hogy kerülök ide. Hát nem csak hallhatatlanok vannak abban a műsorban. Hát tudom, én néztem más is, de jobb az érdekelt a saját szakmám, hogy a kérdezés technikából készülni akartam egy kicsikét, hogy hogy tudjak válaszolni. És mire jutottál? -e? hát, hogy hogy, 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 nagyon jól vannak kérdezve a, delikvensek, mert mindenki boldog, mindenki elégedett, minden fantasztikus, mindenkinek sikerült minden, vagy legalábbis amiket én láttam, de megnéztem, hogy tizet. Úgyhogy igen, és akkor úgy elcsodálkoztam, hogy ez mindenhol ilyen jó, minden olyan klassz. Miért hagytam én ezt ott 16 évvel ezelőtt, ha minden ilyen tökéletes? Nem úgy Keresnem van ez, hogyha ha az embert megkérdezik önmagáról, akkor nem mások hibáiról és a, a, mások által okozott nehézségekről akar beszélni, hanem a jót akarja megmutatni. Mondjuk erről szól a közösségi média nagy része. A hogy Hát hogyne, mindenkinek csodás a családja, Tökéletes minden. A gyerekek mindig mosolyognak, sosem kakis a felekük. A feleség sosem veszekszik, a fél sosem durcás. Nem, hát, hát nem feles... ezt látjuk? Én nem tudom, hát én nem nézem, úgyhogy valószínűleg nem is. csak írod. Én írni se írom, néha-néha leírok egy-két dolgot, ami úgy fönnakad a szemem, de ezt csodálkozom igazán magamon is, hogy minek, hiszen teljesen értelmetlen. De hogy értelmetlen. Am amit legutóbb írtál a Nemzeti Színházas Baleset kapcsán, az sem volt értelmetlen. Azért a szakmán belül, ezt nyilván te visszahallottad, nagyon sokan egyetértettek, de megnéztem az oldaladon, nagyon kevesen írtak hozzá valamit. Köszönük. Nem írtak, vagy 60-an, vagy 70 Igen, nem. de hányan szakmabeliek? Azok nem írtak hozzá, beszéltem egy-kettővel, ők nem mernek. Hát ez az, de erről írtál valójában. Hát igen, de hát arról írtam, hogy, hogy az, akinek nincs már veszteni valója, mert túl van a koron, meg nem győzi a kitüntetéseket húzni maga után, tehát azt gondolom, hogy nem bántják. Tehát egy 80-90 éves, minden módon kiemelt színész, nem mondom, hogy kolléga, mert én már nem vagyok az, hát az miért nem mondja azt, hogy bocsikad, de itt nem stimmel valami. Tehát azért ezek 50 évet eltöltöttek a színpadon velem együtt, én csak 40 de hát azt tudom, hogy ilyen nincs, hogy nincsen felelőse egy ilyen zuhanásnak. Hát összeült a, a Nemzeti Színházban, Igen. nem tudom milyen tanács, nyolc taggal. Igen, abból és színész. És megállapítottak így senki. a két színész ről. benne van a darabban, és én azt mondom, hogy nem sül le a bőr a képetekről, hogy finoman fogalmazzak. Tehát ott vagyok bent egy színdarabban, és látom, hogy három méter magasan nincs korlát, és leesik, és akkor nincs felelős. Hogy nincs ott egy ügyelő, vagy valaki, aki segíti a színészt, aki el van vakítva, mikor bejön a hátulra, a sötétbe. Hát Jó, hogy 35-ször nem esett le, de hát ez ilyen bravúrokra nem kell, nincs szükség. Hm? Azt remélted volna egy például a Nemzeti Színháztól valaki válaszol nekem? Hát nem nekem, volt, aki válaszol, de az csak annyit írt, név nélkül mondom, hogy azért, mert, mert, én nem értek vele egy egyet, azért mi még jó barátok vagyunk. Nem vagyunk barátok egyébként, dolgozott a színházamba, meghívtam vendégként, akkor láttam utoljára, csak ezt a kollegalitást valahogy ezt a... Ezt a Miközben minden, hogy jaj, annyira jó együtt, mi ott, mi csapat, és akkor most hol van a csapat? Szóval, miről tetszik itt beszélni, Van három héttel vagy négy héttel ezelőtt valaki, hogy hogy az neki mennyi erőt ad, hogy azokkal van együtt, akikkel együtt vannak. Nagyon kíváncsi lettem volna, ha ő esik le, mi történik. Vagy ha bárki más. Szóval, ö, tényleg, tényleg, ez 1500 emberről beszélek. Nem több az én szakmám, színészek, mond, mond, hogy 2000. Hát ezekből akik hárman voltunk összesen, akik arra gondoltak, hogy ez, ez, nem így van. Az egyikük belülről szólalt, meg udvaros dörök. Igen, de, azt de is mondta, csak annyit hogy ki nem kell vizsgálni. E, és hát eltelt négy hónap. Hát a legócskább autóbal esetben is két hónap múlva a rendőrség azt mondja, hogy ez történt, ön nem tartotta be a szabályokat, ön a hunyó. És nekem igaziból nem is ez a, az a része érdekne, jó, nem vállalják a felelősséget, rendben van. Hanem az a része, hogy, 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 hogy jövő héten, ha ez a kislány meggyógyul, és visszamegy nem jövő héten, majd valamikor ebbe a színházba, és az, aki most azt mondta, hogy nincs felelős, az hogy másik szereposztásban mondjuk a szerelmét játsza. Hogy fog a szemébe nézni? Hogy fogja azt mondani neki, őszintén, hitelesen, Szeretlek. Miközben te leestél onnan, én meg azt mondtam, hogy ez így van rendben. És hát mondhatnék még 5000 relációt, ami... Na de hát, hogy mondjam, ez már régtől van ez, hogy, hogy, hogy uh, ezeket elfelejtik a főiskolán tanítani. Hát nekem nem tanítottak semmit, de, de az, hogy uh, szervilisnek kell lenni majd egyszer, hogy az nem, Ezt nem el... kell tanítani. Ez megy magát. Nem úgy értettem a tanítást, hanem a harmadik rostavizsga előtt, amikor már majdnem ott vagyunk a fel, azt kell mondani, hogy ezzel fogsz találkozni ezen a pályán, szokd meg, hogy majd lesz olyan rendező vagy igazgató, aki téged megkíván. Majd tudjad, hogy hogy kell védekezni. És még sorolhatnám, hogy mi mindenről legyen tudomásod, mert egy 18 éves fiatalember, aki oda megy, vagy lány, az csak színésznő szeretne lenni, de nem tudja, hogy ez mivel jár itt nálunk, de szerte a világba természetesen. Ez alól nincs kivétel. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Hú, most nagyon belevágtunk, de akkor vágjunk bele úgy, hogy, hogy beszéljük is ezt Hát Azt te mondtad, hogy húzós. A... Há, hogy te ott a Győri Nemzeti Színházat 2008-ban. Igen. Azt mondtad, hogy most van eleged abból az erkölcsi fertőből. Hát ami az, az egy fertő. hát de, elegen volt de abból, ebből, hogy ebből volt eleged, amiről most beszélsz? Is. Az, hogy, hogy minden következmények nélkül. Tehát az, hogy egy, egy rendező bejön és részegen ordibál a színésznő kolléganőmmel, és annak csak én mondom azt, hogy álljál már meg. És akkor kiderül, hogy hát, neki maradni kell, mert a színháznak kell egy kossúdíjasra legyen. Én mondtam, figyelj már, itt vagyok tizenvalahány éve, nekem miért nincs? <laughs> és akkor vankosul díjasod, és akkor én legalább nem vagyok részek próbán, se előadáson. Mi történt? Az inkriminált személy rögtön Nemzet lett, sőt, augusztusban lovaggá ütötték. Hogy lehet valaki lovag, aki így beszél egy nővel? Én a, én a, én a nagyon sok Storyt, meg történetet olvastam a lovakkorról. Hát az nem erről szólt. Bár nem tudjuk, hogy azok... Hát mennyire emelkedettek? Igen, de nem, hát nem, ehhez nem kell emelkedettnek hát, hogy... lenni. De mondd, ez miért általános? a a ti szakmátokban, mert úgy tűnik, hogy máshol nem annyira általános, mint amilyen a tudom, színházi világban az. Egy, nem tudom, hogy egy orvos professzor hogy bánik a szakmával. Erről valószínűleg a kórháziek tudnak nem, nem tudom, de a, hogy mondjam, a férfi jellemből fakadóan el tudom képzelni, hogy nagy különbségek nincsenek. De hát voltak itt női jellemek is, amelyek megbotlottak. Hát, Lásd a végszint történetét. Igen, de... Tehát valahogy, mintha ez a szakma ezt sűríteni. Hát nem tudom, hogy miért van ez. Ezt én, én, azt, ahhoz a rész, én csak azt tudom, hogy, hogy ezek engem miért irítálnak. Tehát az, hogy a kollégám nem jön be 10 órakor, hanem csak 11-kor elaludt ma este, benyomott, akkor rendben van. És ez megy így. És így, így elélünk éveken át. 40 évig bírtad? Hát nem egészen ez nem így volt, mert azért ott ennél rosszabb dolgok is. Tehát mondjuk úgy indult nekem az egész pályám, hogy én ezt a színészetben nem úgy kerültem bele, hogy ja Istenem, besüt a fény az ablakon, és akkor én legyek színész. Hatszor próbáltad a fő is? Hatszor hét év alatt már egyet kihagytam. Nem is ez a lényeg, hanem hogy ö, teljesen normális, hogy nem vettek föl, mert semmi közöm nem volt ez a történethez. Tehát én oda mentem, mert azt mondták, hogy milyen ügyes vagy, mi leszel, ha nagy leszel. Fogalmam nincs. Legyél színész, az mi? Ó, hát ott sok nő van, meg sok pénz. Igen, színész leszek. Ennyi volt, és természetesen... Ez bejött? Hát nem. Hát, Melyik része akkor nem Egyik se, hát akkor még most is színész lennék, és nem lenne öt gyerekem, ha csajoztam volna. Már olyan mértékben, ahogy hát. ezt nekem 16 éves koromban ígérték. De akkor végre felvettek a főiskolára, ahol természetesen azt kellett elkönyvelnem, hogy én a lehető legjobb helyre kerülök ennyi idő után, amit nem teljesen értettem, hiszen Ádám Otto az osztályfőnököm. És akkor ő híresen ő volt a legmenőbb színész pedagógus, Ádám osztályba kerülni, az. Bekerültem, soha többet nem láttam az Ádám Ottót. Bejött év elején, megmondta, hogy mi lesz, és aztán megnézte a vizsgát. Negyed évben, amikor minden osztályfőnök a növendékeinek csinál egy vizsgát és megpróbálja őket eladni. Nekünk nem rendezett vizsgát az Ádám Otto. Ki tanított? Hát a, ez a másik, hogy volt két tanársegéd, akik akkor kezdtek. Tehát mi voltunk az első osztálya, nálam négy-öt évvel idősebb színész és rendező. Nem mondd a nevét. Hát Huszti Péter és Szirtes Tamás. Hát ők <laughs> nagy nevek ma de hát akkor még a kezdők voltak. Ugyanolyan kezdők voltak a tanításban, mint én a színészmesterségben. Azzal a különbség, hogy én már öt évet előtte színházban voltam, ők meg akkor jöttek oda főiskolára pedagógusként. Hát most mindegy, hát lett, ami lett, de én ott nem tanultam jószerivel semmit, mert azon kívül, hogy erősebben, csak a botrányt vittem magammal, mert amikor a Szirtes Tamás rendezett nekünk egy vizsgát, nem akart összejönni sehogy se, benne voltak harmadévesek, sokan voltunk a színpadon, és hát nem állt össze azért. Azt a főiskolai nagyon híres vizsgálódásokhoz kellenek a főiskolások is. Ezt Ez nem szabad szóval elfelejteni, hogy az a fajta kreativitás, ötletesség, minden, ami az kell, hogy ott legyen a hallgató. Nem elég, hogy van egy nagyon jó rendező tanár. Még leg... ez nem csak a főiskolán igaz, ez később is igaz. Később is, igen. És akkor ott álltuk, én már akkor nagy pofájú voltam, nyugodtan mondhattam, mert úgyse fognak már kirúgni negyedébe, és mondtam, tanárul, azért nem megy, mert ez nagyon tehetségtelen ez az egész. És akkor én utána őt megkaptam rendezőnek a Madács színházba, hát nem örült nekem. Én sem neki, de ezzel semmi Na baj. de ha Ádám otthonnak lövése nem volt rólad, mert hogy négy évig nem tanított, nem hát Ádám annyiban volt hogy lövése, hogy... a madácsba? Hát leszerződtetett az Ádám hát na, akkor csak tudta, hogy ki vagy. Hát, hát ez körülbelül... Ez a gyerek azért ügyes. Ö... Hát beszámolt róla a két tanársegét, gondolom, meg a vizsgákat eljöttem, megnézte. Tehát azért valamit... A madács az tévedés volt számodra? Nem tartott rövid ideig, azért kérdezem. Hát nem, hosszú ideig se tartott, hát tíz évet, vagy tizenkettőt hát Azért az nem kevés. Hát most 75 vagyok, abból a 12 az. Ha tehát, így méred, akkor hát Hogy mérjem, persze. hát az, figyelj. Hát elkezdted az, az, a pályádat a Madácsi. A madács olyan ahol nagyon sokan vágytak. Igen, és akkor bementem a Madácsi és tudod, mi volt az első szerepem? A Hamletbe játszottam, úgy kezdődött a Hamlet, hogy én kimentem a színpadról. Így indult az életem a Madácsi színházba. Tehát ha valaki az én korosztályom, akik már ott voltak két, három, négy éve, azok komoly nagy, lehet főszereppel is kezdeni. Tehát be lehet mutatni egy színészt úgy, hogy na tessék, itt van, akkor te elindítunk téged. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy egy ilyen menedzser szemlélet, egy ilyen apa, egy ilyen az én gyerekem, az én növendékem, akarok vele valamit, meg akarom mutatni, hogy, hogy én ezt ilyet tudok csinálni ebből. Hát most órádra pontosan jössz. Balra el. Ez volt az első feladat. De mindegy, aztán jött másik. Úgyhogy. De az is nagyon érdekes, hogy utána én ott beugrottam egy csomó mindenbe. Nem kicsikbe, nem rövid idő alatt nem nézte meg az Ádámot, a egyiket se. De voltam ami ott, Lucifer is, meg Ádám is. De biztosan tudod, hogy nem néztem. Biztosan. Hát persze, hát ha megnézed. Az igazgatói páholy? Hát Másnap találkozom vele, akkor a folyosan, akkor csak mondja az, hogy hát figyelj azért ott azon, vagy el vagyok ájulva. Hát akkor minek voltál ott egy évtizeden át. Hát játszottál jókat. Hát hát Nézd, ha, ha, ha van egy lehetőséget, hogy e, ugyan beugrásra eljátszhatod a Lucifert, akkor nem fogsz elrohanni. A következő évben meg a e, ugye cserélődött ott a csapat, és akkor a, a Dunai Tomi lett a Ádám. És akkor játszottuk egy évig úgy. És akkor egyszer csak együtt öltöztem a Tamással, és mondom, te figyelj, Tamás, cseréljünk már, mert én ezt nagyon unom. Mit? Hát mondom, hogy én próbálok mindig valami mást csinálni, de még mindig ugyanúgy válaszolsz. És hogy gondolod? Mondom, fölmegyünk az Ádám otthoz, és akkor legyél te a Luciferén, meg az Ádám. Fölmentünk az Ádám otthoz? Mondta, jaj, de jó, persze. Hát akkor nem kell jövőre nekünk gondolkozni, hogy mit adjon, hiszen kaptunk. Megvagytok. Megvagytok, kapták. Két, két új szerep. Két új szerep. És akkor játszottuk. Na most, és volt olyan, hogy mit tudom én, egyik napról a másikra azt mondtuk, hogy akkor most cseréljük vissza. Azt ugye tudod, hogy el nem hinnék a színházrajongók, hogy ez így működik. Hogy ez így működhet. Mert Már. hogy a koncepciót, a nagy művészi látást várja az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy hát, hát ez nem az Hát milyen koncept? Hát, hát, ugye? Ugye, a, a, koncepció az ott kezdődik, hogy ezt kiosztották ezt a szerepeket ott a Madács és hát volt egy szereposztás, aminek volt egy Ádámja, volt egy Lucifer, volt egy Évája. És a sztár szereposztást döntött a rendező, amiben a Szankai István volt a Ádám. Ami papírforma szerint ezzel semmi baj nincsen. Csak ám a tervező egy ferde tervezett. És a, vannak olyan típusú színészek, akik elől középen érzik jól magukat. Na de ha ferde a színpad, akkor mindenki magasabb, aki mögötted áll. És ezt a szegény Pistám három hétig bírta, a visszaadta. Azt mondta, hogy akkor ezt inkább nem. És akkor jött egy másik. Az meg már nem tetszett a többieknek. én meg beugrottam. Ennyit a művészi koncepcióról. Elt koncepció, nem, tudom. Mind, persze minden van. Én most nézegettem a te YouTube csatornádat. olyanod is van. azt nem mondom, hogy agyon pakolod tartalommal, de beleszaladtam egy 2007-es? Nem tudom, miről beszélsz. Üvegcipőbe. Igen, az utolsó szerepem. Igen. Én vigyorogva ültem nézve az első felvonást, az zseniális. Az egy fantasztikus előadás volt. Tudjuk tudjuk, jó. De amikor ilyeneket raksz föl, akkor sem facsarodik el a szívet, hogy de jó lenne ilyeneket csinálni? Nem, mert már én ezt megcsináltam, és már nincs több. Nem ezt, ilyeneket. Tehát amire, amitől odaül a rónai a monitor el, Ilyen. és azt mondja, hogy úristen, nem tudok felállni, ez fantasztikus. Ha, nagyon szépen köszönöm. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy ezt nem tudja senki, de én mindent eljátszottam, amit egy, egy 60 éves koráig egy férfi színész eljátszhat. Csak nem tudják. Tehát én voltam Siránó, voltam ö, Harmadik Rihárd, voltam Versenyin, voltam Szatyin, voltam Otello, lír Lírkirály, most még mit? És akkor még ami nem jut eszembe. De ez ilyen, hogy még mit? Tehát lehet hát, már... egy lajstromot csinálni hát ebből. Nem, de hát ezeket én a... mind kipipáltam, a többi már nem érdekel? Ö... Hát egy, egyrészt igen, mert a körülmények miatt nem érdekem, azt mondom, hogy még egyszer nem akarom én ezt végigcsinálni, hogy jön megint egy önjelölt Jenny és nekem el kell szenvednem azt, hogy az történik, ami történik. Ez nem volt kedvem. Nem volt kedvem, egyszerűen. Meg mondom, én igazi bolyán vagyok színésznek való. Tehát én, de én nagyon én... akartál színész lenni. akkor még azt de hát, nem, nem színész de akartam. Jó, tudom, csajoknak meg pénzt Nem, tudom. én be akartam kerülni egy intézménybe nem volt bennem olyan, hogy majd ezt fogom játszani, meg azt fogom. Tehát színészek 99,9 a szerepálmokat dédelget 12 éves korától, vagy 4 éves korától már. Nekem sem ilyenem nem volt, és a főiskolán sem volt ilyen, hogy hű, ha majd oda kerülök, meg a Nemzeti Szárházban, amikor stúdiós voltam, akkor néztem a nagyokat, hogy majd, de nem volt ilyen, hogy majd egyszer olyan lesz, vagy lehet. Tehát nem volt ilyen, hogy én ezt meg ezt még szeretném eljátszani, adja a sors, hogy így legyen. Választottam egy szakmát, amit megtanultam valamilyen módon, nem vagyok tehetséges, nem is voltam, ma azért is nem vettek föl, mert nem voltam tehetséges. Nem volt olyan, akin az látszott, hogy hú, ebből majd lesz Akkor valami. Miért vettek fel végül mégis? Ó, hát ez olyan egyszerű. Mert az Ádám Otto elindított egy osztályt, négy fiúval, amiből az egyik azt gondolt, hogy se leszek színész, és maradt három fiú. Három fiúval nem lehet semmit se csinálni, mert nem lehet vizsgát Te voltál a plusz egy. És engem fővet másodikba, azt mondja, hogy úgyis ide jár már a hetedik éve, itt van, nem tudjuk elzavarni, majd biztos színész lesz belőle valahogy, vegyük már fel, tök mindegy, hát most már. Ja, téged miért nem lehetett erről lebeszélni, miért nem lehetett elzavarni? Ugye stúdiós voltál, közben dolgoztál, mindenféléket csináltál, most nyilván ezt elkezdtél. Hát persze, el hát mert, mert, mert a... Élni kellett valamiből, de közben mindig mentél, és újra mentél, és hát újra mert, mert, mentél. mert akkor az volt a Azért divat. Ez beakadt. Az volt a divat, nem. Az volt a divat, hogy ezt a szakmát csak főiskolai diplomával lehet 70, ezek a 70-es évek. Hát Minus meg még néhány hát, ilyen csoda figura. Igen, akinek nem. Hát igen, jó, hát engem meg fővettek másodikban. Hát, Bocsik. <laughs> <laughs> Úgyhogy nem, 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 nem. Az, mi az, hogy engem nem vesznek föl? Hát azért ott álltam hét éven keresztül azokkal, akiket fölvettek. És azért közben végzett már majdnem két osztály, mire engem még mindig nem vettek föl. És azért én elmentem, megnéztem a vizsgát, és láttam, hogy kiből mi lett. És mennyi mindenki már a közelében nincs apájának. Vannak a... nagy veszteségek egyébként? Hogy értve? Hát, hogy, hogy te tudod, hogy mire lett volna képes, vagy láttad benne azt, hogy milyen fantasztikus tehetség, és közelében nincs apájának? Vagy aki igen, aki való az. Hát ott én ragad. azt gondolom, hogy ilyen meg nem értett, nem létező zsenik nincsenek, tehát aki, aki be van valami szufla, és csak ö, egyéb más okok miatt nem, tehát el lehet ezen a pályán 25-30 éves, ö, vagy 20-25 év után egyszer csak valaki elmenekül valami más irányba, és akkor nem nem futja be azt a kör. De aki egyszer már vagy meghal, hát ilyen is volt, meghal 30-40 éves, 40 éves korában. De aki egyszer valamilyen módon már oda került, az kell, hogy talpon maradjon, vagy örök életébe két mondatot mond. De aki, mert van valamiféle szakmaiság, az, az szerintem oda kell, hogy kell. Előbb azt mondtad, hogy nem voltál különösebben tehetséges. Nem, én megtanultam, én egy, iparos vagyok. Ez egy, na ezt akarom kérdezni, hogy ez egy kevés tehetséggel is megtanul, magas szinten Hát vagyok én az élő rá. Hát én tényleg nem vagyok tehetséges, mert én nekem minden mondatért meg kellett küzd. Nekem nem jött az ihlet, hanem utána olvastam, hogy ő hogy csinálta már a szereplő. Miért volt olyan, amilyen? És hát ettől aztán az, amit én kitaláltam magamnak, az valahogy ki is nézett. Tehát én például nem voltam pupos harmadik riárd hanem ö, ilyen bicegős, meg kacska kezű. Pedig addig az volt a divat, hogy mindig pupos. Nem volt bűngyürkés hajam az otellóban, le is ordították a fejemet. Levágattam kopaszra, mert én azt gondoltam, hogy aki múr, és Afrikában háborúsodni, baromi melege lehet. Tehát nem lesz a paróka a fején. Nem? A munzent hogy alakítottad volna most így hát, bele? biztos nagy kabátba. Hát az kész. Hát na jó, de hát hogy, hogy mondjam, jó, de ezzel segítettél magadnak. Hát értem. Hát így hát segítettem persze, magam ott kapaszkodod a mert, mert karakterhez. Igen, hát valahogy mindig. A rendezők valóban annyira durvák, terroristák és erőszakosak, mint ahogy azt manapság illik mondani? Hát ez, hogy mondjam, színésze válogatja, hogy kivel találkozik. Tehát én nekem nem volt szerencsém, akkor így mondanám, vagy a sors úgy hozta, hogy olyan típusú emberekkel találkoztam, akikben voltak ilyen problémák. Ugye itt az elmúlt években a MeToo kampány a színházi világban például ezt nyilván visszafogja most erősen, mert sokkal jobban látszik, vagy hát sokkal, nem sokkal tudom, bátrabbak talán, az Most is lelkesednek, hogyha valaki egy rendező agresszív és ordít, hogy az, az, az hasznos, az jó. Persze lehet ordítani, csak nem szabad kurva anyázni. Tehát nem lehet egy 50 éves színészet lekurvázni próba közben. Hát ez hogy létezik? Az így van. Hát mondhatja azt, hogy hangosabb, vagy. állj már ott meg. De hát hogy mondjam, szóval... Más az instrukció és más az emberi méltóság lerombolása. Hát nagyon messze van a kettő egymásról, és én azt, azt, azt láttam, vagy azt érzékeltem, hogy a, hogy, hogy a rombolás könnyebben megy. Tehát amikor amikor ott állunk, hogy Úristen nincs harmadik felvonás, és már meg kéne tényleg, már mindjárt bemutató van, akkor elkezdenek ordítani. Pedig hát lett volna rá idő. És akkor jön a kapkodás, és jön a, a unikumok hordása. Attól nem lesz jobb. Csak kevésbé fáj. Hát ö, igen, már annak a kisza. Hát, Azt mondod, hogy nem lát. A nagy szerepekben, de hát hogy ne láttak volna? Kik nem láttak? Kinek kellett volna látni, aki nem látott? Hát figyelj, én, én nem tudom, hogy kinek kellett volna látni, de nem nagyon írtak kritikát, például a Győri Színházról nem nagyon jelent meg, hogy ez történt, vagy az történt. Hát például erről a üvegcipőről szerintem csak az is. Már előbb föltettem volna én, mert meg volt az előadásnak egy felvétele, ez, amit láttál, de az amerikaiak letiltották. Ez már fönn volt a YouTube-on, csak a Molnár Ferenc örökség még, még nem telt le a 70 éve. Azért került ki most, mert tavaly lejárta, vagy tavaly előtt. Nézzék meg, parád is. Köszönöm. És nagyon jók vagytok a, a Balsai Mónival. Mindenki az, jó az, benne. Mindenki jó benne, de a ti párosotok az, az valami egészen elképesztően él. Hát szerettük egymást. Viszont, na, ez számít? Hát az nagyon fontos, hogy a partneredet el tudod-e fogadni, és hogy ő elfogad-e. Hát az csak a nagyon-nagyon-nagyon régi legendás történet, hogy a Kamilka meg a Onti Hanna utálták egymást. Nem beszéltek. Hát. Igen, Lebementek és istenien játszottak. De ez akkor az egy másik világ volt, ott mindenki önállóan szerepelt a színpadon, és ö, az én dolgom meg legyen, a belépőm, a tapsom, nem számított az, nem volt igazából olyan együttjáték, mint most. Most, most egy más típusú színjátszás van, tehát most musz, muszáj hogy a partnerrel valamilyen viszonyod legyen. Hát persze, hogy olyan is van, hogy úgy kerül leosztásra, hogy, hogy ö, nem, nem olyan jó. Tehát a, akkor is meg kell oldani. Ez a próbán nehezebb lehet, mint előadás közben talán, nem? Hát nem, mert próbál, próbál még ki lehet bújni, tehát ott még az ember mindenfélét csinálhat, nem figyel oda, elfordul, ö, matat. Nem minden. is látja. Hát oda se néz, de, de előadáson ezt nem lehet, mert ott muszáj, ö, muszáj ö, hát ott kell lenni, na, nem tudom másképp mondom. de ezt lehet, lehet szakmailag is ott lenni, és lehet egy végtelen mély érzelemmel. Az, hogyha szakmailag nagyon jó vagy, akkor látszik az érzelem is de lehetsz nagyon jó érzelemmel, hogyha háttalálsz mindig, és nem tudod, hogy most szabad háttalálni, most nem szabad. Vagy az, hogy milyen közel mész a partneredhez, hogy kell-e ilyen közel menni, mert annyira benne vagy az, hogy azt egy hatalmas színpadon nem szabad olyan közel menni, mert nézd, akkor két vonalat, pardon, két vonalat lát. A családod mit szólt a kitartásodhoz, hogy te a szerint mindenáron színész akarsz lenni? Apukám, anyukám? Uh -huh. Testvérem, hát én egy nagyon egyszerű családból származom, tehát ö, nem volt ez kérdés, hogy az ap apám azt szerette volna, ha állatorvos leszek, mert hogy nem lehetett, járt egy évig, de akkoriban az ismert okok miatt kirakták. Az anyám. Az ismert okok az a, a zsidó törzs. Igen, igen, igen. És ö, az anyám pedig hát Molnár segéd volt, Lisztes Molnár segéd. Mivel én vidéken születtem, szexárdon ugyan a kórházban, de decsen nőttem fel egy kis faluban, már nem sokáig, egy évig. De azt én hoztam magammal ezt a vidékiséget, hogy úgy mondjam. A szüleim meg különösen, tehát ők nem, nem lettek érni, én nem, nem értelmiségi szülőktől származom. Tehát ők ezt, hogy színész, volt opera bérletünk, de nem nem ellenezték, hogy színész akarok lenni, nem is drukkoltak, hogy jaj, de jó, jaj, de jó. Végig is azt mondták, hogy valamit mindenképpen tanulja, aztán lettem szerelő, amíg, amíg nem vettek föl. Ez megnyugtatta őket, nagy baj nem lesz, Igen, igen autó lesz. Autó, autó, lesz, azt nem gondolták, hogy ilyen autók lesznek, ami hozzászólni nem tudnék, mint szerelő. De akkor még az utcán megjavítottam egy-két moszkvics lámpacserét, hogyha láttam, hogy ott valaki tehetségtelenkedik, akkor mondtam, tessék várni, majd én leszem. Na ugye hasznos a gyerek, nem Igen. lesz ezzel baj. Kaptam is érte 20 forintot. Hát látod. Úgyhogy ők nem, 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 nem igazán, meg nem, nekünk nem volt olyan jó viszonyunk, hogy lelkesedtek volna, vagy ne lelkesedtek volt. Az apám egy meglehetősen rabiátus ember volt. Hétfőn elment, pénteken hazajött, ők, ugye, birkákkal és a gyapjukkal foglalkozott ez volt az ő szakterülete. Ketten voltak az országban, akik ilyet csináltak, gyapjú szakértőnek. A Magyar Állami Gazdaságok összes gyapjúát ő adta el külföldre, ő szakértette. És akkor pénteken hazajött, én természetesen a hétközben rossz voltam, és akkor a mindig megbert, és akkor ezért így el voltunk. Tehát nem, nem volt ilyen... Én nem haragszom rá, ő sajnos így volt szocializálva, hogy őt puskatussal verték, és ez benne maradt, hogy akkor biztos, hogy neki is így. Ez jel. a minta bevált. Nál igen. bevált. Igen, de hát ö, nem tehetnek róla. Tehát ők egy, egy ilyen nagyon... Az kiskoromban arra emlékszem, hogy a kándan féltek az 50-es években, hogy egy ilyen félelem lengte körül az egészet. Nem igazán tudták megmagyarázni, hogy mitől, de biztos tudták, hogy akkor azért az 50-es évek elején hát nem volt, nem volt jó dolog lenni. De Sok, hát nem, nem volt túlságosan közel a, a nem féléshez hát, a vészkorszak? Hát, hát, hát ahogy nem, hát, 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 hát hogy azért beszélet, volt de... miért félni. Igen, meg hát utána sem úgy alakult itt az élet, hogy olyan békés legyen, hogy most bevisznek, nem visznek, megvernek, nem vernek, és azért ez egy, ez egy rossz beidegződés volt, én ebben nőttem föl. De... Meséltek arról, hogy ők mit éltek? Hát? Mindent elmeséltek. Ahhoz A minden? Mindent, átolt szettik, tudom. Te vagy az a ritka kivétel, a legtöbb gyerek úgy nőtt föl, holokauszt túlélő családokban, nem nagyon meséltek nekik. Persze azért, mert annyira fájt, annyira nem igen. volt elmondható. Én, 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 az én az én anyámat azt, és sőt, én mindig kérdeztem is, hogy akkor mond még azt is el, hogy az akkor hogy volt. Úgyhogy, meg hát én végül is nagyon összebarátkoztam a Fahidi Évával, aki írt több könyvet, ő együtt vitték el az anyámmal Debrecenből egy vagomba, és aztán egy helyen voltak a bombagyárba együtt dolgoztak, amikor a három hónap vagy négy hónap után átkerültek oda, addig ott voltak. Nagyszüleimet nem ismertem. Ez is nagyon jól esett a újságíró bácsitól, aki abban a cikkben, amiről beszéltünk, megírta, hogy hát szegény, neki nem voltak nagyszülei. Ja, az oligóban jelent igen. meg egy elég És hogy, hatalírás. Igen, nem voltak nagyszüleim, és ez nekem nagyon, nagyon Akkor nem tudtam, illetve valamennyire éreztem, ma már tudom, hogy egy nagyszülő az mennyire jó tud lenni, mennyire fontos tud lenni, és akkor, akkor nem volt nekem ilyen. Te ütötted meg valaha a gyerekeidet, kiindulva abból, hogy veled, hogy bántak gyerekkorodban? Vagy hogy, hogy az édesapád én, 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 egy, én egy, ezt nagyon elhatároztam akkor, amikor mikor megfogtam az apám kezét, hogy többet nem, hogy én ezt hihetetlenül, ha lesznek gyerekeim, akkor én ezt egész másként fogom csinálni. És azt hiszem, hogy sikerült is, mert sohasem melyiket nem ütöttem meg. Sőt, minden reggel úgy kezdődött a nap, míg kicsik voltak, hogy én meséltem nekik, de nekem a szüleim nem meséltek, vagy legalábbis nem emlékszem rá. Lehet, hogy két-három éves koromban igen, de amikor már úgy kezdtem az agyamhoz kerülni, tehát iskolás voltam, akkor tudom, hogy nem, nem volt ilyen, hogy meseolvasás. A legkisebb gyerekem most kilenc éves, hát majd mondhatnám azt, hogy naponta két-három órát olvasunk. Én olvasok neki tehát este lefekvéskor, vagy délután. Úgyhogy ja, én ezt másképp próbáltam csinálni. Másképp próbáltam csinálni egy csomó mindent, mint amit akkor a gyakorlat mutatott. Tehát én az olasz neorelaista filmeken nevelkedtem fel, ahol jött a nagy bivaj, megdugta a csajt, aztán befordult. És akkor én azt mondtam, hogy én nem, én egy egészen más típusú szerelmes férfi leszek, és nekem az lesz a fő feladatom, hogy azt a nőt, aki éppen aktuálisan velem van, az boldoggá tegyem. Tehát nem, nem, nem ez a... És ezt azt hiszem, hogy meg most sikerült megvalósítanom, hogy ilyen eredmény... Na, most kellene nőket kérdezni az életedből, hogy na és hogy sikerült? Hát nem tudom. Biztos mondanának valami mást. <laughs> Ha azt mondod, 9 éves a gyereked most voltál 75 uh -huh. késői gyerek. Igen. Másképp vagy apa. Mint voltál hajdanában a legnagyobbakkal? Hát hajdanában én már akkor is öreg voltam, mert én 40 éves korom után kezdtem. Hát ezt az, az még a... nem öreg. Hát azért... Manapság egy 40 éves férfi az. Igen a, a papának. Hát nem, hát ez, ez látszólag. Hát ezt meg kell tanulni. Az egy rettenetesen nehéz szakma. Apának lenni. Anyának is biztos nagyon nehéz, azt nem tudom, de apának lenni, az egy nagyon nehéz dolog. Pláne, hogyha te maximálisan részt akarsz venni. Tehát én a pelenkázok és fürdetek és mindent csinálok, és szumizok és büfisztetek, és én ezeket mindent csináltam. De ezt meg kell tanulni, mert ez már távol áll a férfiúi magatartástól. Tehát nem szeretnek a férfiak hősleg működni. Én meg ezt élveztem. Úgyhogy meg jó volt, hogy olyan babrálós. Hát, aztán, hogy ők majd mikor nagyobb lesznek, hogy ezt majd engem is bepelenkáznak-e aktuális, amikor oda kerülök, ebben nem vagyok biztos. Hmm. Azt gondolom, hogy más, más szerep, más helyzet nem is feltétlenül elvárható. Nyilván sokféle megoldás van erre, de ne ebből induljunk ki. Ha arról beszélünk, hogy hogy lettél te temetőr. Nagyon távol vagyok attól, hogyha ha az igazságot keresem, és azt vetem fel, hogy valahol köze van -e ez a szüleidnek, édesanyád történetének, a, a zsidóságnak. Nem, sokkal prózaibb. Igen? Amikor ugye én kék Uton éltem 20 évig, és uh, mikor ez a második csapatból megszületett a gyerekeim, akkor ott nem volt óvoda a közelbe. És akkor én Győrbe játszottam, nagyon sokat ingáztam, hát értelemszerűen az volt, akkor jöjjünk föl és költözünk Győrbe. Itt volt egyszer nagymama, aki még segíteni is tud, mert kék Uton a szomszéd nénik volt három nagyon édes néni, azok voltak tulajdonképpen az én kisgyerekeim nagymamái. Tehát csirkeolból mentek be hozzájuk, és ők dédelgették. És akkor föl kellett, el kellett jönni, hát följöntük Győrbe, de Győrbe kell egy lakás. Vagy valami, hát egy házba laktunk kék én azért már szerettem volna, hogy ezeket a gyerekeket nem egy ö, ilyen panelba kell nőnek föl, hanem maradhat ez. És akkor, hát hogy hová? És akkor úgy kerültem oda, hogy volt a unokatestvéremnek a férje, az a Győri Zsidó Hitkösége elnöke, senkit nem ismertem, mondom, figyelj, hol lehet valami házat venni? És én mindig vittem neki, és mutattam, hogy ezen a környéken ez most eladó, ó, az nem jó, oda nem mennyi, az nem neked való. És egy fél évig mindenre azt mondta, hogy az nem jó, majd egyszer csak az, hogy majd én mutatok neked egy helyet, ahol te ma jól fogsz lakni. Mondom, gyerünk, beültünk az autóba, elmentünk a falu végére, bevegyünk, itt egy temető. És ott volt egy vadonatúj ház mellette meg egy omladék. Azt mondja, most fog elmenni a régi gondok, és idején akarok egy gondokot. Mondom, és mi rám gondoltál? Hát azt mondja, mert mondtad, hogy neked kell egy ház, itt van izé, hely, kert, minden, neked ez jó. És mondom, hogyan? Hát azt mondja, de temetőt rendbe kell tartani. Három hektár. Az ez nem kicsi. Hát nem kicsi, mondtam, jó van. Akkor mondtam a feleségemnek is, hogy gyere el, nézd meg. Ez így, úgy volt készen a ház, hogy még a drótok kilógtak a fa, nem volt kapcsoló, nem volt konyha, semmi nem volt benne, csak maga a épület. És akkor megállapodtunk, hogy oké, okay, rendben van, akkor én leszek a gondok, akkor még volt a színház, és akkor beköltöztünk. És akkor ott ottan indult el az élet két gyerekkel, dobozokon. A a temetőben. Úgy képzeld el, hogy ez egy téglalap alakú terület, és az egyik sarokban van egy másik téglalap. És az egy olyan, mit tudom én, 300 négyzetméter, tehát egy jó nagy, és... Ö, jön valaki? Nem. Jó. És ott el volt egy elkerített rész, de a temetőn belül. Tehát a munkahelyem az egy méterre volt az ajtótól. Csak azt mondtam, hogy jó. És akkor már én éreztem, hogy, hogy, hogy ez nem lesz jó nekem, ez a már ott, kezdett a, ugye akkor derült ki a igazgatóváltás, elég szerencsétlenül, akkor derült ki a barátomról, hogy hát ott a komoly problémák vannak a pénztár környékén. És akkor jött az új igazgató, aki szóval nagyon galád lett ott az egész történet, és azt mondtam, hogy akkor én ebben nem akarok részt venni. És így aztán annyi minden összegyűlt 60 éves koromra, hogy azt mondtam, hogy akkor most már van állásom, amiben körülbelül annyi volt a fizetésem, mint a színészként. Tehát e, akkor én kerestem 50 ezer forintot egy előadásra 16 évvel ezelőtt, és volt mondjuk két premierem egy év, és elment 20 tehát az 1 millió forint, vagy nem 2 millió forint, meg a két próbapénz az három, annak körülbelül a fele marad a zsebembe, mert többit elviszi az állambácsi, és a temetőben is 180 ezer forint volt a fizetés, amikor ott elkezdtem. Te nem fizetésért dolgoztál a Győri Színházban? Dehogy nem. nem Darab, dara béres volt. Igen, el? felépti díjas voltam. Tehát a, lement a, mondjuk az üvegcipő, 19 bérlet volt, még játszottunk benne két bérletszünetet talán, de mondjuk 20 előadás volt, az 1 millió forint oszd el egész évben, és abban az évben játszottam még egyet, az kettő. Meg a két próba három, ez brut, nettó, és akkor a háromból kifizeted körülbelül 100 forintból 44-et az államnak. Tehát én nyugdíjasként fizetek, hozzájárulást fizettem, fizettem iparűzési adót, fizettem, ö, mi ez, amikor kiveszed a pénzt, osztalékadót, fizettem ö, mindenféle adókat, és akkor maradt körülbelül annyi, mint amennyit kaptam a temető Azért hát, ez egy agyrém. Tehát ez nem normális. Ugye, ez egy szüreális világban élünk. Persze, de hát egy, egy elképen... színész annyit keres, mint a temetőgondnak, és nem a temető van Irigyelték Bakszó. is, hogy temetőgondok lett. Azért is fixálás. Hogy ez milyen jót kitalálta magának már megint. Igen, hát ez van. Ha még de... Nem ennyit kerestem, mert hát, dolgoztam, én még mentem szinkronizálni, meg akkor még néha filmeztem is. Tehát, hogy mondjam? Te mond, a temető nem félelmetes hely? Nem. A Rengetegen temet... úgy járnak be. Oh. Ah, nem, a temető az a végtelen nyugalom helye. Az nagyon... az, az Szeretted? Is... Én imádtam. Imádtam, és nagyon fájt, amikor kiraktak. És miért raktak ki? <laughs> mert a színházamból is kirakott a... Elnök úr, mert nem bírta elviselni, féltékeny volt és irigy. már milyen elnök úr? Hát a, ugye csináltam ezt a menház színpadot, igen. amiről eléggé jól ment ott a győrbe, és azt én béreltem a hitközségtől ezt a területet. De, hogy az a hitközség területet. Igen, igen, igen. Bérleten, én fizettem bérleti díjat, villanyszámlát, gázszámlát, mindent kifizettem, és minden tökéletesen működött, csak a főnök nagyon irigy volt, hogy ő neki nincs ekkora sikere. De hát én voltam a jegypénztáros, úgyhogy neki nem lehetett akkor a sireke, ő csak a bérlete, bérleményt adta. És aztán három év után egyszer csak volt egy kis nézeteltérés, már az, hogy én éreztem, hogy ez be fog dugulni, mert mindenki ott volt már, aki élt és mozgott, és muszáj frissítenem. De olyan picike, ekkora volt a színpad, mint ahol most ülünk, oda nem fér el már öt színész. Az öltözőben meg nem volt csak három szék. Tehát a négy szereplős darabnál, ha két férfi, két nő, akkor előbb fölöltöztek a fiúk, aztán kijöttek, és vagy fordítva, és fölöltöztek a lányok. És én elkezdtem nézegetni, hogy mi lenne, ha mozdulnék, hogy legalább egy méterrel nagyobb, és a, a hátsó rész is jobb legyen. És ez annyira berágott, hogy kirúgott. De aztán az úgy nem volt elég, hogy a színházban kirúgott, akkor azt mondta, hogy azt nem létezik, hogy onnan kirúg, és még a temetőben engem nézni kell. Akkor onnan is fölbontotta a szerződésemet. Próbálkoztál Pannonhalmán, az teljesen reménytelen volt? Hát, eh, hogy mondjam, hát ez a másik, ugye, hogy eh, akkor jött a COVID, akkor kellett egy évszünetet tartani. Azok a nézők, akik hozzám jártak, azok többek között azért jöttek, mert megsporoltam nekik 250 kilométert. Tehát nem kellett fölmenni Pestre, hanem odahoztam. Pannonhalma 10 kilométerre van, Győrtől, 11. Oda már menni kellett volna. Oda menni kellett volna, de én szereztem buszt. Szerveztem buszt, hogy a városház elől fölveszi a nézőket, kiviszi, megvárja, hazahozza. Ezért még 400 forintot kellett volna fizetni. Egyébként 300 forint egy buszjegy. Oda-vissza 400. Egy 400 forintért kiviszi, hazahozza. Hát megrendeltem a buszt, nem volt jelentkező és a nézők sem nagyon jöttek, pedig ott már nem volt csak két előadás, azért bent havi 15-18 előadást játszottam. Tehát ott a színházat csináltál. Igen. Nem? Persze, úgyis hír lett, hogy a hát. A Gáti csinált egy színházat. Elég, elég jó híre volt, én Igen. akkor annyi kitüntetést kaptam hirtelennyébe, hogy megyei primadíjas lettem, a várostól megkaptam a... a... Minek hívják ezt a... Diszpolgárság mm -hmm. utána a másodikat, mert van a diszpolgár, a próurbe, és utána van a ö, Szent László díj. Az egy nagyon nagy. Tíz évvel előtte megkaptam győr kultúrájáért kitűntet. És tehát ott egy ilyen kvázi Na De akkor hogy nem adnak neked egy helyet, ahol színházat csinálj? Annyira már nem. Az egy másik szint? Az egy másik valószínű, igen. Hát, ö... Az volt a színházad neve, hogy menház. Igen, mert a menház az volt az épület, és ragaszkodottak hozzá, hogy annak benne kell lenni, és illetve menház színpad. Próbálkoztam egy mással, de mondták, jó, legyen menhás. De azt tudod, hogy ezt mindenki máshogy értette. Mindenki úgy értette, hogy te menekültél valahonnan valahová, és neked egy menház. A, a fantáziák azok kimeríthetetlenek, nem, nem, semmilyen nem volt. Az épület volt a századfordulón, elhagyott gyermekeknek, már nem a háború után, a századfordulón és öregeknek épült egy menház. Aztán a háború után óvoda lett belőle. A hitközség visszakapta, akkor ott a emelete most is működik óvoda, lenn meg most nincsen semmi. És így biztos jó. Hát ez tök jó, igen. Úgyhogy... De ott nem játszottál. Én nem. Hát én... Miért nem játszottál? Mert nem tartottam volna elegánsnak. Te milyen régi múli színész vagy már? É, rendkívüli, ezért nem is kell. Hát ilyeneket nem látta. Hát mindenki a kinevezik a színház igazgatónak, ő rendez, vagy ő játszik. Igen. Én, ezt, én ezt, azt gondolom, hogy én ezt nem, nem, tartom elegánsnak, mert, mert az ember, hogy mondjam, ne saját jogon, Lehetett volna úgy, hogy csinálok magamnak egy színházat. Én nem akartam magamnak színházat, én nem tudok minden este játszani. Tehát engem nem érdekelem én annyira a hogy egy hónapban 18-szor engem nézzenek. Nem, én azt akartam, hogy a győriek, kifejezetten ez volt az ötlet, hogy idehozni jó előadásokat Pestről, hogy nem úgysem mennek föl, és hát a kollégáim akkor szeretetek vázat, gyertek és szerepeljetek, és még pénzt is kaptok érte, és én még jól is fizettem, és azonnal. Ma egy a, egy a szép benne, hogy amikor tönkrement a dolog, ott volt vagy kb. 65 színész a három év alatt, egy kérdezte meg, hogy veled mi lesz. Hm. És ugyanezt látom ma is, amikor megkérdezem, hogy itt van a két kollégánk, és ez nekem egy mérhetetlen csalódás, hogy, hogy van egy ilyen kis pici C, aminek én takja vagyok, és hogy ennyire érdektelen a másik iránt. Hát tényleg nem kell most engem azért külön megdicsérni, de hát egy, egy színházat csinálok azért, hogy 60 jó minőségi kollégám jöjjön, és én úgy mentem, hogy mindenkit fölmentem és megnéztem, de egy előadásból kettő került oda. Mert azt mondtam, hogy. Válogatta? Hát hogy ne? Hát én ebben a színházban az volt a jó, hogy ott nem volt olyan, ami, ami nekem nem tetszett. Tehát én ott mindegyiket szerettem, és volt vagy 50 produkció. De hát te ott boldog néző voltál inkább, nem boldog színész. Hát egyszer kellett beugranom a ö, Mácsai lebetegedet, és akkor már elmaradt három előadás ilyen-olyan okok miatt. Mondhatnám ezt is, de nem tisztességes okok miatt. És mondtam, hogy nem vagyok hajlandó többször hazaküldeni a nézőket. Tehát én nem akarok odaállni, és X kollégám ö, általam írt levelét felolvasni, hogy mélységesen sajnálja, hogy elnézte a naptárját, ami persze nem igaz, hanem elment máshová, ahol többet fizettek. Ó. Úgyhogy, és azt mondtam, hogy akkor még egyszer ezt nem játsszuk el, és akkor azt megkérdeztem a mácsait, hogy van-e kifogása ellen, hogy én ezt felolvasom, mert, mert, nem akarom hazaküldeni a nézőket. Azt mondta, jó. És akkor mindegy, leírtam a nő, a nagylányommal, aki nagyon tudott gyorsan gépelni a hangos könyvet, mert nem volt ebből példány a van, azt mesélte a egy hangos könyv, és példát nem tudott adni, és akkor a lányom leírta egy nap, egy óra alatt. És akkor azt leküldte nekem oda e-mailen, ez volt pénteken, szombaton lett volna előadás, és én kétszer bírtam elolvasni, mert éreztem, hogy el fog menni a hangom. Már nem Annyira z... stresszeltél? Te hogy stresszeltél, már másfél órát kellett beszélni. Ja, jó, de hát azért te szoktál. Hát, hát azért... akkor már 7 éve vagy 8 éve nem. 10 Aha. éve. Ez elmúlik? Ez a készség? Hát hogy mondjam, nincs, de, 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 hogyha a súlyemelő abba adja a súlyemelést, és akkor 10 év múlva azt a 200 kilót nem tudja fölemelni, amivel világcsúcsot állított be. Csak 80 at mert elsorvadnak az izmai. Hát most is mióta beszélek, és érzem, hogy már nem kéne ennyit dumálni. Dehogy nem. É, úgyhogy, na, és akkor elvá, azt mondta, hogy jó, rendben van, és akkor kétszer elolvastam, hát volt egy kis majrével, ez kétségtelen, hát nem voltam már színpadon miatt, és nem miattam jöttek. Hát azért az egy... Jó, hogy... A az... látsait várják, a gátit várják, és én, én meg Aha. bejövök. De hát mondjuk a nézőim azért azok engem ott úgy szerettek. Tehát nem volt az, hogy menjen haza, mert mi ezt nem akarjuk. És meg hát egy kuriózum. Azért ott győrben én szerepeltem ezt-azt, és ha már eltelt majdnem tíz év, és nem szerepelek, akkor egyszer csak ott vagyok. Úgyhogy az a 80 ember nagyon boldog volt, sőt, még tizen ültek körbe. Tehát akkor tűzoltóságban is zárhatta volna a házat. De hát föl kellett olvasni. És hát én ott a, a, a palit láttam, vagy tízszer ott volt. Tudtam, hogy hol van poén. És hát izgultam. Most akkor nekem hát nem mindegyik jött be szó se róla, mert azért azt tudni kell poentírozni, hát még akkor is, hogyha nagyon jó a szöveg. De hát harmadszor voltam úgy, hogy egy kétszer elolvastam otthon, és akkor utána meg ott kellett. De hát nem te, voltál boldog tőle, látom. Hát, hogy mondjam, gondolod el, hogy ülsz, egy székbe, keresztbe teszed a lábad, példány, és akkor azt érzed, 40 perc szóval, hogy úristen, ott ha valami nem stimmellent, el vagyok zsibbadva, hogy fogok lábat cserélni? Mert hát ha tényleg, hogy cserélsz lábat, amikor kezedben van a példány, és folyamatosan olvasni kell. És, és közben úgy, hogy úgy lapozzát, az is otthon derült ki, hogy én nyálazom az ujjam mikor lapoztam otthon. mondom, tehát hát már ki? Hát az, nem lehet. És akkor a száz, nem tudom hány oldat, vagy 80 oldalnak mindenik a sarkát egy kicsikét meghajtottam, hogy ezért akkor először elolvastam, akkor kiderült, hogy újra kell nyomtatni az egészet, hogy a lap alján vége legyen a mondatnak. Tehát, hogy ne az legyen, hogy... volt tördelve. Hát igen, mert az csak egyszerűen le volt nyomva. Persze. És hogy cseréltél lábat? Nem, nem, nem tudom már, mert Azt kérdeztem az előbb, hogy szinkronizálsz-e még, mert hát nem. nagyon sokaknak a hangod az... az nem, nem. Ha csak nem. hallanak és visszaköszön filmekből. Nem Utáltad? Megy, nem, nem, nem megyek már. Nem szeretted? Hát kezdetben szerettem, amíg egyrészt olyan filmeket is szinkronizáltam, amiket szerethetőek voltak, de ezt a favágó munkát, ez ami már így a végén van, ezt már egyrészt nem, és másrészt meg... Hát macerás nekem följönni, vonatozni, mert autóba se ülök, mert az meg a halálút, és ezt nem fizetik meg. Tehát mese nincs. Egyébként lázadnak a színészek, a szinkron a Hát a lázadás, ez túró. A lázadás, én csinálom, hogy nem megyek. De rögtön ott van egy másik, aki felé ér. Hát most van a nagy balhé, hogy ennek a liá, nem tudom kimondani a nevét, Nézennek a lá, ezt én is szinkronizáltam, nem egyszer, nem kétszer. Most ketten veszekednek, <laughs> hogy ki szinkronizálja. Hm. Hát ez, ú, igen, hát volt nekem is, hogy jöttem ki a, a Rona utcából, jön szembe a kollégám, azt mondja, te mész el? Hát mondom, persze, te megjössz. De hát miért nem te? Hát mondom, mert én ennyiért nem csinálom. És ő bement és leszinkronizálta azt, amit én megcsináltam a 30 szor én mondtam, hogy nem csinálom. De mindig van valaki. Tehát ezt úgy nem lehet. Hát ha ennyi, ennyi összetartás nincs 150 emberbe, vagy 200 emberbe, de figyelj, amikor 1970 főiskolás volt, illetve akkor végeztem, és a lázadás a Bountint szinkronizáltam, a Marlon Brandot. És kint akkor még a Pasarét, vagy a Vörös Hadsereg útján a Panonia filmstúdióban, hát nagyon nagy ászok szinkronizáltak. Kállai, Besenyei, őzel mindenki ott voltak. Mindig mindenki dohogott. És akkor én a kis fiúska mondtam, hogy hát Tánár bácsik, mi lenne, hogyha nem is így kezdtem, mennyi tartalékotok van otthon anyagilag? Tehát, hogyha nem dolgoztok egy hónapig, akkor nem haltok éhen? Ha, hol, 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 hol. mondom, akkor mi lenne, hogy egy hónapig nem vállalnátok se rádiót, se szinkront? Hiszen megéltek, és akkor azt lehet mondani, hogy tessék, jövünk, nem érek rá, mert nem jó a gázsi. jó ja, hát, azt nem lehet. mondom, akkor, akkor nem lesz magasabb a gázsitok. Akkor egy Besenyei méretű szírésznek 350 forint volt a napi gázsia. Ezelőtt. 15 évvel még mindig annyi volt a napigási, Pedig azóta eltelt 30. 77 90 2000-ig. 2010-ig. Tehát ez így nem lehet. Amikor még valaki mindig bemegy a feléér, addig hiába lázonganak és hiába őbörögnek. Akkor csak az marad, hogy. Nem látod nagyon gerincesnek a te pályádat, szakmádat, a benne szereplő? Hát nem jellem lovagok bocsánatot kérek mindenkitől, de hát ez sajnos így van. Mindig van a hogy annyira fontos a színpad, annyira fontos a jelenlét, annyira fontos az a, az a színlap, Ezeknek az hogy, embereknek hogy hanyadik helyen vagy kiírva. Igen, 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 Nekem nem. Nekem nem volt fontos. Valószínű, mert nem rendelkeztem azokkal a, a belső indítatásokkal, a folyamatos szereplési vágyal, hogy nekem ott kell lenni, hogy nekem látszanom kell, Engem nem én sosem érdeke. volt ez benned? Vagy van egy pillanat, amire emlékszel? Engem akár, kirúgtak egy hogy... színházból azért a mondatér mert azt merészeltem nyilatkozni egy újságírónak, hogy az én számomra, vagy az én nekem, az én munkámnak nem lehet célja, csak eredménye a taps. Ezt úgy értelmezték, hogy én megsértettem a nézőket. És elküldtek. Ez melyik színház volt? Veszprémből. Az? Úgyhogy volt szerződésem a következő évadra a Hegedűs a Ászetön tevére. De elküldtek. Jó, hát most ez egy másik kérdés, hogy akkor én természetesen bepereltem a színázat, meg is nyertem, kifizették az elmaradt gázsit. De ezért, ezért elküldtek, mert én ezt mondtam, hogy az én munkámnak nem lehet célja, csak eredménye a taps. Tehát én nem azért gyűröm magam, hogy tapsoljanak. Ha jól csinálom, akkor tapsolnak, és akkor örülök neki. Te tudtad mindig, hogy hogy tapsolnak? Hogy azért tapsolnak, mert, mert ez a szokás, vagy azért, mert jó voltál? Mert szerintem ez egy zavarba ejtő kérdés. Én nem vagyok ettől zavarva. Nem, nem, nem hanem, hogy nem Nagyon sokféle taps van. azt, amit látunk. Rengeteg sokféle taps van, és vannak öreg rókák, vagy voltak öreg rókák, hogy hogy lehet tapsot csinálni. Hát először is a Nemzeti Színházban, ahol stúdiós voltam, ott a Zsolt István főügyelő, futballbíró, már ő se ér, sajnos, ő csinálta a tapsrendet. Az egy másik előadás volt. Tehát ő olyan tapsot rendet tudott csinálni, hogy ott még ami bukta volt, az, annak is sikere volt. Most van a másik véglet ma, hogy teljesen mindegy, milyen az előadás, a nézők fölállnak és állva tapsolnak. Na ezt kérdezem, látod? Ezt nem, nem tudom miért van, illetve mindegyikre van valami magyarázat. Például, hogyha sok gyerek van a színpadon, és vannak ilyen darabok, akkor ott sok szülő van, sok nagymama van, sok osztálytárs, annak a szülei. Hát azoknak náhogy, hát ott van Józsika, meg Ferike, és akkor azoknak teljesen mindegy, hogy mi történik a színpadon, látszik egy gyerek, szétverik a házat. Ettől persze mindenki azt hiszi, hogy nagyon jó volt. Tehát ma van egy. Nem minden darabban van gyerek. Nem mindegyikbe, de hát most valahogyan nem tudom. Jó, ha van a végén zene, az is tudja. Igen, igen, meg hát lehet a zenétből ilyen zene, olyan zene, és hányszor ismételjük. És hát ugye vannak ezek a bizonyos játékok, Tehát lehet úgy kimenni a függöny elé, vagy, vagy lehet bájrájti right függöny előtt meghajolni, hogyha lemegy a kordina. Úgy is lehet. Hát én azért láttam már régen, még Fűzfakoromba színészt, aki... Hát, eljátszott, hogy a függöny nem engedi őt el. Tehát ki akart menni, de a függöny fogta őt. És akkor így ez híres színész volt. És visszajött, és még csinált magának hat darab meghajlást. De hát ez már bohóckodás volt. Tehát sokféle, mindenféle taps van. Én, én mindig, mindig nagyon próbáltam ebből nem ügyet csinálni. Színész vagy még? Hogy gondolsz magadra? Na nem. Már régen nem nem. Igaziból azt, amit úgy színész alatt értenek, és ebbe benne kell, hogy legyen az összes egyéb, tehát nem csak az, hogy szerepel, hanem annak a uszája, amit még húz maga után, az is színész. Az én nem voltam, és soha nem is akartam lenni, és így aztán nagyon könnyen ö, elválok ettől. Héttől tízig voltál színész. Meg a próba alatt. Hát én azt gondolom, hogy igen, vagy legalábbis merem, merem remélni, hogy ez így, így volt. Na de akkor most hogy gondolsz magadra? Hát csak, hogy valamit csináltam, ami hát szóval nem, nem, jó kedvűen, hogy, hogy teljesen nyom. azért az bennem volt, hogy jó lenne, ha valamit olyat csinálnék, aminek van valami értéke, vagy akire még utólag is kíváncsiak. És nem érzed úgy, hogy ez sikerült? Hát például a gyerekeim meg egyáltalán nem érdekli, hogy én mit csináltam. De nem is láttak már szinte színpadon. A de, legkisebbek biztos nem. Hát dehogy is nem, hát a legkisebbek, hát a, a, ez, a, ez a pici még nem látott, de a másik azok már 19-20 évesek. Azok láttak? Hát ilyen picinek. Hát, 5-6 éves koromban hát, láttak. Na de ott van minden egy dobozba, azt lehet mondani, hogy papa mutasd meg. Kíváncsi vagyok. Ez fáj, hogy nem kíváncsiak? Hát nagyon. Mondtad nekik? Egyszer, egyszer, de nem, nem, örültek neki, és azt hiszem még jobban eltávolodtak. Mert ha kéri az ember, hogy néz meg, akkor... Szóval nem, 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 őket valami miatt, nem tudom, nem érdekli. Nem azért, mert azt látják, hogy téged se? Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem az, hogy minket szülőként mi érdekel, mi, mi, éjzik, őket mi van az életünkben. Na, vittem őket hát most, most legutóbb a kicsivel voltam az operába pesterni. Hát de nem téged lát. Na, de van színház élménye és tudja az hogy az apja ezt csinálta. A kicsi azért az, az jobban érdeklődik. Azok most már úgy eltávolodtak ettől az egésztől, nem érdekli őket. Volt egy félreértető mondat, hogy ezt az Origo idézte is ebben a bizonyos szörnyű cikkben hogy abban azt fogalmaztad meg, hogy téged nem kell, hogy éltessen az, hogy neked gyerekeid vannak, mert az nem a te életed célja, hogy gyerekeid vannak. Valami egy, ilyesmi. Egy régeb és... régebbi beszélgetésből kiragadtak egy mondatot, egy szövegkörnyezetből. Hát ez, ez egy szakma, hogy hogy lehet kiragadni egy szövegkörnyezetből, egy gondolatból, egy világból egy mondatot. Ezért nem vágjuk soha ezt a műsort például. Igen, és akkor de nem kell vágni ahhoz, hogy Ebből egy idézetet valaki kivagyan, és aztán valahogy másmilyen közegben, más módon felhasználja. Az egy rossz állapotban levő ember beszélgetése egy kíváncsi emberrel, aki kérdezett tőlem olyan belső lelki dolgokat, amiket az ember nem könnyen mond el, de elmondtam. De annak volt egy eleje közepe, vége és ez kétségtelen, hogyha kiveszem belőle azt, akkor, de még akkor is azt mondanám, hogy meggondolandó, hiszen ez két évvel ezelőtt volt, én meg, én meg, még mindig ott vagyok, hogy a gyerekemnek három órát olvasok naponta. Tehát ez rögtön érvénytelen, amit ő ott írni akart, és én is tudom. De az kétségtelen, hogy, hogy igenis van egy ilyen 75 éves korban, amikor bármelyik pillanatban az ember meghalhat, hogy, hogy most én mit gyötröm magamat, hát fel fog nőni nélkülem, igen minden gyerek felnőtt, akinek elvitték, megölték háborúba, betegségbe, bármibe, autóbal esetben meghalt anyukája, apukája, felnő. De ez nem azt jelenti, hogy én érzelmileg nem kötődöm a gyerekhez. Ő szeretné így fordítani, mert ő neki ez a szakmája. Hát ilyen szakma is van? Mi a célod ma? Azon kívül, hogy mesél három órát a gyereknek, ami egy hát szent. először szépen. hogy hazaérjek innen. Nincsen, nincsen semmi, nincsen semmilyen cél. Ez nem baj, ez nem hiányzik. A cél Hogy legyen tűzés. valami, tehát hogy merre megyek. Mindig valamilyen irányba elindultam, aztán valahogyan nem jól fejeződött be. Úgyhogy most ilyen ebben a korban megint kitűzni egy valamilyen irányt, és aztán félbe marad, vagy éppen, éppen egy valami miatt nem úgy lesz, akkor nem, nem, én már nem akarok több csalódni. de ez a félbemarad marad, ez is olyan, mint a gyerek. Tehát, és akkor félbe marad, mert valaki befejezi. Ha meg nem, akkor úgy marad. Hát már nem mindegy. Én de el, addig legalább én, valamit csinálsz. Én, én, én megint azt gondolom erről, hogy, hogy itt egy nagyfokú őszintétlenséget látok a, a, a beszélők és a, és a kérdezettek részéről, hogy de igen, még ezt akarom, még azt akarom Miért kell mindig valamit ilyen erőszakosan akarni? Szóval miért nem lehet elfogadni, belenyugodni? 75 éves vagyok, én azt gondolom, hogy ami ebbe az életkorba belefér, és ami elkövethető, ami megcsinálható, ami megoldható, azt én megcsináltam. De nem akarok még, vagy még, még azt is meg Miért? Tehát miért nem elég az, hogy, hogy megöntözöm a virágaimat, megmetszem a fákat, vagy sikerül, vagy nem, de most csípkedem, megnézek egy csomó videót, hogy hogy kell, meg, meg, meg próbálgatok, meg főzök, meg takarítok, meg mosok, meg mo Hát most mit kell még, még... Hát először is biztos vagyok benne, színészettel már nem akarok foglalkozni semmiképpen, tehát az már távol áll tőlem. Nincs, nincs kedvem egy, egyrészt ebbe a közegbe bemenni, és várjál, nem is akarják, hogy oda menjek. Tehát ez egy nagyon fontos Nem csöng a telefon? Tessék? Nem csöng a telefon? Hát mit? Kinek? Ki hívjon fel, hogy kapjon egy lecseszést? Mert hogy biztosan azt kap? Hát, nem, ez az, Mácsai a... mondta egyszer, hogy ő nagyon akarná, hogy te az örkényben megjelenj. Hát elmegyek, nézek egy előadást. Hát Egy, de hát az nem úgy Nem, néz. de hogy is, hát akkor már mondta volna nekem. Dehogy és ha mondaná? Nem, nem. Nagyon. Hát akkor ezért nem mondja. Jó, jó lesne, de nem, nem, nem. Elkésett már vele, ez sokkal előbb kell. Egyébként ez elmúlik? Ugye előbb a hangoddal kapcsolatban mondtad, hogy a súlyemelő, mintha emelni a súlyt. De nekem a színész, A színész készség is elmúlik? Tehát hát, ha most azt mondanák, hogy is itt van egy szerep, és ez, ez tényleg te vagy. Hát mindegy, elmondom. Két évvel ezelőtt megkeresett egy fiafa filmrendező, hogy csinál egy filmet, első filmes, és valaki kitalálta, hogy mi lenne, ha én, de ő neki már van egy jelöltje. Hát mondom, akkor minek hívsz engem? Mert meg szeretne nézni, meg beszélgessünk. Szumma márom eltelt három hónap, négy hónap, beszélgettünk, próbafelvételiztünk, mindenfélét csináltunk, és azt mondta, hogy végül is úgy döntöttem, hogy akkor te legyél ennek a főszereplője. És hát kiderült, hogy a, a feltételek, mert tetszett nekem egyébként a dolog, de a feltételeket nem bírtam én már elfogadni 73 évesen. Mondtam, te figyelj, én nem tudok 12 órát dolgozni. Én tudom a korlátaimat, és én azt nem akarom, hogy én 12 órás munkaidőbe, én ott állok, és a hetedik óra után nem tudom elmondani a szöveget, mert nem fog az agyam. Tehát nem vagyok 40 éves, én egy öreg ember vagyok. Tessék szépen, ezt tudom. Hát ő nem tudja. Mondom, a másik része pedig, hogy én tudom, hogy ez egy inkubátor programba készült film, de ha én lennék gyártásvezető, én ezt a munkát nem vállalnám el 100 millió forintért. Hát egy filmre én, én azt gondolom, hogy ott olyan, olyan kompromisszumokat kell kötni, amit nem lehet. De nem csak a gázsimról beszélek, hanem arról is beszélek, hogy a laká egy lakásban játszódik a film jelentős része, és ha nincs pénz, akkor nem lehet a falat arrébb, tehát nem tudsz díszletbe próbálni. Akkor lesz egy filmed, amiben ott állsz, és a nyolcadik napon az operatőr már nem tudja hova rakni a kamerát, mert meg kellett alkudni, hogy egy lakásban van. És akkor attól mindenki ideges lesz, hogy akkor így, akkor mindig csak ez. Tehát én komplexebben néztem ezt az egész dolgot, és végül is azt mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy akkor nem én leszek. Nem én lettem. Elkészült? El, persze. Megnézted? Még nem. Be is mutatták, na ma már mondom a lényege. És innentől kezdve azt látom, hogy a főszereplő kollega az mindenféle megjelenési formában a filmen kívül, tehát egy olyan promóció van, amitől én biztos vagyok, hogy belehalnék. Tehát én ezt nem bírnám csinálni, még a túl azon, amire persze köteleznek, mert minden szerződésben benne van, hogy oda kell menni, meg kell jelenni, ennyi fénykép, olyan, izé, és én ezt a mutogatom magamat a című dolgot, ezt, ezt én ezt a végképp nem bírom. Tehát nagyon örülök neki, hogy kimaradtam belőle, egyáltalán nem fáj a szívem, ez Amikor leültél, azt mondtam, hogy nem vagy nagyon jó kedvű. Meg hmm. van még, hogy mit válaszoltál? Hát, hogy a végére se lesz valami, és Ezt nem? mondtad. Igen. Nincs jó kedvem. Te, azért én tudok mosolyogni, meg jó is tudok lenni, de hát ugye ma reggel, hogyha csak két hírt mondok neked, egyet. Olvastam egy ilyen kis írás, hogy nincs szép mű, van, nincs mi a, ligete, vagy a múzeumok, amik megszűntek? Iparművészeti Közlekedési. közlekedési, nincs. közlekedési művészeti. Hat művészeti múzeumot művészeti. felsoroltak. Hogy mindegyik be van zárva, lemem, omolva, és hogy a gyereket nem lehet kivinni a közlekedési múzeumban, a Ligetbe, mert tíz éven nincs, mert lebontották, eltüntették. Hogy nem lehet bemenni az iparművészeti múzeumba, körbe van a ké, a természettudomány, és még nem tudom, hét múzeum. Most akkor. Azt mondom, hogy tényleg nekem is vannak kisgyerek, hova vigyem őket? Tehát ez hogy a bánatban létezik ilyen, hogy mondom, ez egy szürreális ország, és ez megy, és ez nap, mint nap ilyenekkel találkozom. Egyetemet bezárnak, hogy nincs kép, művészet, történet, oktatás megszűnik. Akkor Szóval, hogy mondjam... Honvédelmi alapismeretek viszont Az egy lesznek. másik, nem érdekel, hogy mi van helyette, de hogy, hogy, hogy a lélek oktatását, azt mondjuk, hogy az nem kell. És én azért o... osztam fel, hogy a másik meg belép, mert ez egy értékválasztás. Tehát, hogy honvédelmi ismeretek órának kell csinálni helyet, mert hogy... Jó, hát biztos van, hogy baromság a... jön helyette, teljesen mindegy, most, hogy a honvédelet mondod, vagy a kutyakaparók iskoláját, mindegy. Egyáltalán az, hogy, hogy ezt egy... Nem tudok más mondani, mint hogy ez nem egy kultúrnép. Tehát ha egy ilyen előfordulhat, hogy egy, egy művészet történetet, hogy nem tanítják azt, hogy, 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 hogy mi volt a reneszánsz, mi volt a barok, hogy ezt, ezt nem kell tanítani, de mi? talán nem a nép. Tehát én azt gondolom, hogy mint a politikában és minden. De hát másban a is, an... Tehát egész egyszerűen elfogadunk készen kapott Na, dolgokat. Ugye most nem tudok más mondani, mint itt van ez a kicsike kis részlet az én színész kollégáim, akik ugyanezt elfogadják. Tehát azoknak is van, hát hogy mondjam, én egyedül ágálhatok, senkit nem érdekel. De ha nem tud, 1500 ember valamiért együtt, miközben, miközben azt hangoztatja, hogy mi milyen jó együtt vagyunk, és csapat vagyunk, és műhely vagyunk, és nem tudnék nélküle, enélkül. És akkor hogy? Hát, ha nem tanul művészet történetet, az a legközelebbi színész generáció, aki majd utánunk jön, az hogy lesz partner? Az hogy, hogy fogja eljátszani a bármelyik szerepet, ha nem tudja, hogy ezt kifestette meg előtte? Hogy hogy néz ki? Hát akkor szerinted legyek lelkes? Vagy jó, kedvű. Hát ez valamilyen végtelen szomorúsággal tölt el a hülyeség és az ostobaság, ami lassan olyan, mint a hátad mögött a duna mindjárt kijönt. Idegesít a közélet? Foglalkoztat a közélet? A romlottság foglalkoztat. Szóval a, a romlottság bánt, a, a műveletlenség bánt, a a félkegyelműség bánt, a, a hübrisz, a kivagyiság, teljesen mindegy, hogy ez politikus vagy nem politikus, vagy bárki. ezek engem igen, kiborítanak. Ja, sajnos egy ilyen rossz idegrendszerrel megáldott ember vagyok. Verseket sem mondasz. Már nem. Én visszanézel régieket, amiket felvettek veled? Rengeteg van szerencsére. Hát olyan rengeteg Nincs. azért hát a neten találunk. Van egy pár. Hát például, hogy mondjam, azt mondjuk nagy örömmel tölt el, hogy elmondtam a Kilátott engem, vagy de dehogy Kilátott engem, az egy film volt, na. Kiviszi át a szerelmet, csak kivel kezdődik. A, egyszer a Duna tévében, és aztán csináltak belőle azt a nagyon jó kis, nem tudom, minek nevezzem, és azt megnézték, másfél millióan meghallgatták azt a verset. Tehát az, annak úgy, úgy örülök, de persze az, az kéne, hogy akkor hú, még, 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 de nem. nem. Most legutóbb meghallgattam, talán tegnap előtt a Majd megöregszel című verset, amit mondtam, mert az végül is arról szól, hogy majd megöregszel, és akkor én már nem leszek, akkor majd valami más csinálj. Hát nem mondom azt, hogy szerintem igen, azt valahogy, valahogy az elfogadható. De már nincs kedvem beleásni, mert, mert a versmondás is egy olyan dolog, nagyon sokan félnek tőle, nem szeretnek kiállni verset mondani, mert a vers az, az a lényege, hogy ott muszáj minden szót, hogy mondjam, megfejteni. Tehát az nem úgy van, hogy én most szépen rímelgetek és eldalolom a verset, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy azért nehéz a vers, mert ott minden szót meg kell fejteni. Hogy mi van mögötte, nekem az mit jelent, és hogyan kapcsolódik a sor első szava, az utolsóhoz, mert van közt, van közt még négy-öt szó, de van összefüggés, és azt kell megtalálni, és hogyha én legalábbis így szoktam, ha megvan, akkor úgy érzem, hogy el tudom mondani illetve abból lesz az, amit. De hát azt csinálod a versenyt, amit a színházi szerepekkel is csináltál. Hát ott is és azt csináltam, az mert, mert, mert nem egy ilyen képességes volt voltam, hogy aki egyszer csak úgy jött, hanem mindent meg kellett fejteni. Hozzá kellett olvasni, és meg kellett tanulnom a harmadik Rihárd életét, hogy ő hogy élt, milyen volt kisfiúnak, milyen volt, amikor már... Miért lett ilyen baromi gonosz? Mi fájt neki? Tehát én, én nem, 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 úgy próbáltam, hogy most jó gonosz leszek, és az hogy lehet, hanem hogy, hogy miért lett olyan? Tehát biztos, hogy van valami, valami oka, és van valami, valami, ő saját maga számára, ami bizonyítható, hogy miért vagyok olyan. És ma, meg ma ezt látom élőben, hogy mindig megkérdezem, hogy az, akit nem szeretünk, ő miért olyan? Tehát miért, miért ennyire, miért ilyen aberrált? Szóval miért nem, tud, miért nem tud egyről kettőre lépni? Miért kell kihagyni a második lépcsőt, és ja, persze én is mindenhol kettesében... Színháznak megint, hogy... látod a világot? Egy kicsikét, és a szereplőket benne megfejtendő karakternek? A világot nem, nem én nem tudom megfejteni, meg nem is lehet megfejteni. Nem látom színházat, mondom, szürreálisnak látom az hm. egészet, egy ilyen teljesen nem emberszabású. Szóval, ha, 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 ha ez igaz, hogy van egy ilyen felsőbb erő vagy hatalom, amit nagyon sokan jó Istennek hívnak, akkor például nem értem, és annyi mindent rábíznak, rá és majd ő, majd ő, majd ő, majd ő, akkor ezt mi, mi hagyja? Miért így csinálta? Hát ezt az emberiség történelmében számtalanszor kérdeztük. Hát igen, de hát én, És sose kaptunk választ. De én van, van rá válasz. Akkor mondd el. Hát ott lett elrontva a legelején. A paradicsom? Nem. Amikor a Káin megölte az Ábelt, és anyuka nem pofozta föl, hanem hagyta. És aztán onnantól kezdve anyukák mindig hagyták, hogy a fiak öljenek. Ma is ez van, hogy anyukák hagyják, hogy a fiak öljenek. Egyszerű. Hogy hiányzolta a hétköznapjainkból? De örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen. Én is. Gáti Oszkár tisztelt meg ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, jövünk egy hét múlva is viszontlátásra.